Első alkalommal rendezett kisebbségi színházi fesztivált a Komáromi Jókai Színház. A jubiláló intézmény ilyen formában ezzel az új kezdeményezéssel is ünnepel, teszi még emlékezetesebbé 70. évadját, és nem utolsó sorban hiánypótol. A kisebbségi színházak seregszemléje ugyanis ritka, mint a fehér holló. Március 26-ától 31-ig láttak tehát karon fehér hollót Komáromban, 8 kisebbségi színház előadásának formájában. Mindenki összeállt az ügy érdekében, és a jutalmunk az, hogy tényleg olyan igazi fesztivál hangulat volt, és a közönségünk pedig láthatta mindazon határon túli színházakból egy szeretet, amit egyébként nem láthatna. Tehát, hogy Szabadkára nem hiszem, hogy sokan elutaznak Komáromból, hogy lássák azt a zseniális színházat. A beregszásziak megmutatták nekünk azt, hogy amikor mi panaszkodunk, hogy vannak színházak, akik háború ellenére is működnek. Tehát tényleg egy ilyen felkiáltó jel volt számunkra az itt létük. Egy igazi ajándék volt a velük való találkozás, meg tényleg bennünk is sok minden átértékelődött. De ugyanakkor a marosvásárhelyiek zseniális előadása arról, hogy mi is volt a Ceausescu rendszer. Országunkban, Szlovákiában is él a ruszin kisebbség, akiről szintén mindig a saját problémáinkkal vagyunk elfoglalva, de hogy szinte nem alig foglalkozunk velük, és micsoda színházat tudtak ide varázsolni. Vojcekkel kezdték a házigazdák. Büchner Pilinszky soraival megerősített töredékdrámája kiváló nyitánya volt az első kisebbségi színházi fesztiválnak. A második napon az Ifjú Szívek szintén jubiláló 10 éves produkcióját, a Hontalanítást láthatták Komáromban. Bár úgy tűnhet, hogy egy 10 éves darab az nem aktuális, vagy akár úgy tűnhet, hogy talán már nekünk nem kell vonatba ülnünk, senki nem fog szólni, de mi úgy látjuk, és ezzel is újítottuk, és ezért is hoztuk ezt ide a fesztiválra, hogy azok a megjegyzések, azok az előzmények, amik megelőzik azt, hogy odáig eljusson valaki, hogy kollektív bűnösnek nyilvánítson, szegregáljon, kirekesszen komplett embercsoportokat, annak a jelei sajnos ma is megvannak. És egy kicsit ez a darab is szól, nem csak rólunk, hanem úgy általában véve arról, hogy képesek vagyunk emberek gyűlölni egymást, kollektíven megbélyegezni. Az eperjesi Alexander Duknovics Színház produkciója volt a Seregszemle egyetlen nem magyar nyelvű előadása. Leonid Andrejev Szerest fele barátoda című szatíráját adták elő anyanyelvükön ruszinul. Ten titul nás zaujal práve kvôli tomu, že aby sme neboli jeden... A darab amiatt keltette fel az érdeklődésünket, hogy ne legyünk közömbösek egymás iránt, vagy talán éppen arra próbálunk rámutatni, hogy mit tesz velünk ez a közömbösség. Úgyhogy bízom abban, hogy az embertársaink iránti szeretet legalább részben átragad a közönségre is. Mi vagyunk az egyetlen színház a világon, vagy az univerzumban, amely ruszin nyelven játszik. Szerbiában ugyan van még egy, de az félprofi színház, mi hivatásosak vagyunk. Poloprofesionálne divadlo, mi sme profesionálne. A beregszásziak nem otthonról érkeztek Komáromba. A szintén jubiláló 30 éves Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház ismert okok miatt sajátos helyzetben dolgozik, művészének többsége jelenleg Magyarországon tartózkodik. Ők a Helység kalapácsa című előadásukat hozták el Komáromba. Vannak tagjaink, akik Kárpátalján töltik a napjaikat, és ingáznak a különböző előadás helyszínek között, illetve vannak olyan társulati tagjaink, akik a külföldi életet kellett, hogy válasszák az elmúlt esztendőben. Mi így próbáljuk összehozni mégis a csapatot, és egy-egy előadás örve, egy-egy előadás célja alatt megszervezni magunkat társulattá, hiszen az elmúlt évben elmondhatom, hogy ez a pont volt a legstabilabb talán az életünkben, a színház csinálás. Most ide is egy olyan előadással érkeztünk, amely a háború első napjaiban készült el. Egy olyan pontja volt a beregszászi társulatnak, ahol találkozni tudtak az emberek, össze tudtak kapaszkodni. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata Bódi Attila kortárs színművét a Ceausescu diktatúra sötét időszakát kamasz szemmel látható Lázadni veletek akartam című kamaradrámáját adta elő.
A magyarországi Szomolyáról érkezett Szívhangok Roma Társulat Megeshetne másképp produkciója arról mesélt, milyen manapság roma nőként gyermeket szülni. A Kassai Tália a Szent Ivánéi álmot játszotta el. A Szabadkai Népszínház magyar társulata pedig a kétnyelvű Bánovic Strahinya előadásával mutatkozott be Komáromban. És minden egyes produkció után beszélgetésre válták a nézőket az adott előadás alkotóival. Harmónia világ, hogy másként mondjuk, hogy a citán előadásával is sorra, az olyan, hogy az úgy alakul, húzni az Nagyon fontosak ezek a találkozások más kisebbségi színházakkal. Olyan sok pozitív hozadéka volt ennek a fesztiválnak, hogy tényleg megfogadtuk, hogy megpróbáljuk két évente megszervezni, és ki tudja még, hogy hova nőheti ki magát ez a fesztivál, akár több intézménnyel karöltve. A város összes színpadát, ha el tudnánk foglalni, két év múlva az volna az igazi nagy teljesítmény. 6 nap, 8 előadás, szinte mindegyik teltház előtt. Van tehát létjogosultsága, és van igény erre a fesztiválra. Legyen ilyen 2 év múlva is, és aztán sok éven át.